Sziasztok gyerekek, ez itt a Dobszakács. Most pedig megmutatom nektek, hogy hogy kell szelfibe félkézzel megcsinálni egy gambaszt. Úgy nincs kihívás, ha fogod. Na most nézzétek, ott van egy tál. Félkézzel, mert ezt már néztem, hogy ilyen kihívást csinál, kínai szakács barátom. Extra virgin olívaolaj, extra szűz. Ebből jócskán. Tehát ezt nem sajnáljuk most. Ennyi elég, baby? Mhm. Gyorsan, igen. Indítsd be az elszívódat. Ez az elszívó hangja, nem a fölszívójé. Ez a világ egyik legfinomabb kajája. Egyébként Spanyolország nemzeti eredete. Gyönyörű etelka, aki nem szerette a rákot különösebben. Úgy elkapott, hogy mindenféle stir-fry-ok helyett ezt követett. Fölvisszük nagy tűzerőre a lángot, amit egy elektronos valami. És elkezdjük melegíteni a extra szűz olívaolajat. Nagyon tudok főzni, gyerekek, az az igazság. Ott pedig a kis kukta, aki már felszeletelt a finom kenyereket. Dolgozik az extra olívaolaj. Na most, hogy kicsit játékos legyen a történet, majd rakok bele egész borsokat is. Csak hogy tud. Bár melegszik a hőmérséklet, és mivel rákkal dolgozunk, ezért vaj. Vajacska megy bele. Az a baj ezekkel az elektromos tűzhelyekkel, hogy várni kell. Hogy mondta Donny Brasco a Lefty Ruggiero? The best cooks are men. Oda nézzetek. Mutatom. Na most, hogy legyen egy kis életérzés. Show. Kicsit lejjebb veszem az olajat. Egy pohárka víz. Azzal fölfűszerezzük, hogy ne égjen meg. Az a fontos, hogy ne égjen meg semmi. Ó, gyerekek! A mester dolgozik. Itt a valaki, hogy egy kis külgold reklámon a háttérben. Majd fizetnek. Na most, mivel ide nézzetek, mi ez, baby. Oda menj aztán. Ide figyeljetek. Benne van a gyönyörű hagymák, csilik. Azzal a gyönyörű kezeddel borsot, még ráér egy picit, borsot és sót. Azt is, de ne az egészet. Jó, elég. Oké, és sózzad. És mehet be tarka bors. Az bizony. Imádom. Olyan büszkeséget tölt el, mikor egy ilyen gyönyörű kezű nő. Jó. Az én hozzájárulásomat kéri egy bors. Jó, megvárjuk még egy kicsit. És már előkészítettem a rákokat.
magyar paprikával van külön megfűszerezve, figyeld? Nagyon menő. Meg borssal és sóval van előkészítve. Elég csípős? Ez nagyon csípős lesz. Nézd meg, ott meg vannak vágva a csilik, és kis vannak lapítva, jön a csiliolaj. Akkor engedjük bele ezt a nagyszerűséget. És hát itt argentin vörös garnélák elkezdik a levüket ereszteni. Most megint egy picit megemelem a hőmérsékletet, mit szólsz? Mert most már oda nézzetek, de gyönyörű. Hát mit szólsz ehhez? Petrezselymünk? Az kell, mert tudod, hát az mehet bele. Az az ízét adja hozzá, tudod. Akartam hozni a Lidliből petrezselymet, de hát nem volt. Ez petrezselyem? Koriander? Koriander lesz. De van petrezselyem, érdem? Koriander, úgy de finom. De ebben nem illik. Ilyenkor a rák, a fűszerek, a hagyma összeeresztik a levüket, és az valami brutális, az jöhet. Az mehet bele minden mennyiségbe. Semmi baj nem lesz te. Akármennyit raksz. A kukta. Nagyon tud. Hát az... Figyeljetek, ilyen kuktája senkinek nincs. Ez egy egyszerű kaja, de annál nagyszerű. Most már csak dolgozik a szlotty. Kóstolgatni kell a szósz picit, hogy mit tegyünk még hozzá. Az majd a legvégén. Az épp csak egy picit megfonjad rajta, tudod? Azt mikor már rákok kezdik elnyerni azt a formájukat, ami nekünk megfelel. Nem jó bele a fehér bor, képzeljétek el. Egyáltalán nem illik hozzá. Ha valamit még el tudnék képzelni, egy kicsi sör. De azt meg tegnap megittem. Vaj rum. De nem kell hozzá izé. Ugye, hogy nem kell? Szesz. Ú, baby. Minden idő. Csak hogy elég sós. Nagyon jó. Gyors volt. Jó. Csípős, borsos, fűszeres. Ez a lé, gyerekek, ez olyan. Most már kezdenek a rákok formát ölteni. Mi? Már nagyon ökölbe vannak szorulva. Nézzétek azt a gyönyörű csilit. Kicsit megnyomkodom etámban. Nagyon fontos, hogy marjon. Fog. Ott tudod, miért szeretek veled enni, meg főzni? Mert te hozzám hasonlóképpen szereted, hogyha szétéget a kaja. Na baba, most jöhet a paradicsom. És ezt csak éppen megfonyasszuk. Érted? Persze. Picit kell, hogy... Ú, de gyönyörű, oda néz. He? Gyönyörű. Megengedem néha, hogy megfogja a kanalat meg. Hadd érezzem úgy magam. Hadd érezz, hogy valamit hozzátesz.
Gyerekek, mi megünnepeljük, hogy Orbán atyánk felszabadította az országot a delta variáns fogságából. És azt is, hogy megmondta, hogy azért, mert kudarc élve, akit a csajoknál nem kell nemet változtatni. Igaza van a mesternek. Valahogy máshogy kell feldolgozni az ilyen jellegű problémát. Képzeld el, egy rosszabb napodon így mondnád, hogy Laci, ma nincs hozzád kedvem, és én azonnal csinálnék egy nem váltó műtétet. Ú, de gyönyörű te. Azért ez lesz egy fénykép. Nem? De idétlenül röhögünk. Nem, szép a hangod. Minden, senki nem szereti a hangját. Sokan nincsenek vele kibékülve. Jó, még mehet. Énekelj valamit a közönségnek. Közben mutatnám, mert majd lesz egy olyan verzió, az már saját receptem, az a spagetti alla gambas, de Eta nem bírja spagettivel, ezért mi olivás kenyérkével fogjuk elfogyasztani ezt a fantasztikus kaját. Száztizenketten nézik az ebédet, mondanám. Boldog vagy, hogy nem sokára ehetsz? Nagyon várom. Na gyerekek, hát ez ilyen. Most már szerintem, ha nézem a rákokat, még egy picit, ugye? Picit, még. De nem sokat. Hú, milyen leve van. Pici bors, metrá tarka. Jó. Nem, mert alig jön belőle. Igen? Uh-huh. Eszek újat. Igen, jó. Sósnak elég sós. Most ért el a jó helyes. Aha. És még kemény a paradicsom. Az is picit a levét beleereszti. Oda néz. Hát tudsz ennél elképzelni finomabbat? Selfiebe bele is fogok enni nekik. Ma teszed el a kaját, nem én. De le is akarom fényképezni. Hát szerintem jók vagyunk. Most már serceg. Nem? Tetszik a rák színe? Nem túl kemény neked? Mert én szeretem. Akkor gyerekek elkészült. És ez egy sercegő rák. Micsoda szőke nő. Ó, milyen pólót kaptál tőlem, és melltartott, kilóg a vállad. Oda nézzetek. Ez a világ egyik legfinomabb kajája. Így, ahogy van. Örülsz neki? Nézzétek azt a levet. Na, megkóstolom nektek, aztán le is fényképezem gyorsan, mert jó étvágyat, drágám. Hadd nézem, hogy ú, milyen lett a paradicsom, hogy ide nézzetek. Hagyma, paradicsom, rák. Ez gyönyörű, ez maga ez a dolog itt a villán. Atya. Mit alkottam? Hm?
Gambas, most már tudjátok, hogy kell. Sziasztok!